1940. augusztus 30-án hirdették ki a második bécsi döntést. Ennek értelmében Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, de a dél-erdélyi magyarságot végleg kisebbségi sorsba döntötték. Számos ember álma teljesült azzal, hogy ismét magyar állampolgár lehetett, de ami az erdélyek egyik részének boldogságot, a másik felének szomorúságot és elkeseredést okozott. A Kettévágott Erdély című interjú sorozatunk 6. része következik. A mai részben a döntés következtében Tordáról Kolozsvárra menekülni kényszerülő idősebb Mádli András visszaemlékezéseit hallgatjuk meg. Egy jelentős fordulat volt a család életébe. Már a döntés előtt megkezdődött a magyar üldözés tulajdonképpen. Az első jele, ami volt, hogy az értelmiséget a városunkból behívták ilyen koncentrálásra, és elvitték őket. Levitték Baszarábiába. Az, hogy ők ott mit csináltak, mit nem csináltak, nem tudom. Sok mindent nem hiszem. Csak az, hogy távol voltak itthonról. Ellenben tudok olyan kolléganőnek az édesapjáról, aki egy munkás ember volt, és őt is koncentrálásra vitték, és bizony keményen vasútépítésnél dolgoztatták őket, és nem is adtak nekik rendesen enni. Én azt hittem, hogy a kommunizmus éveibe volt egy nagy megvalósítás, hogy a szálva-visói vasútvonalat megcsinálták a fiatalok önkéntes munkájával, mert mit tudom, mi, és tulajdonképpen azt már a háború előtt is csináltatták a katonákkal, akiket koncentrálásra behívtak. Na tehát ez volt az egyik jele, ja, és még más valami. Egy olyan központi helyen laktunk Tordán, ahol összetalálkozott a Gyéresről jövő út, az Enyed felől jövő út, és előttünk ment el minden, ami onnan Kolozsvárra ment. A bécsi döntéssel kapcsolatban mit láttam, a gyéresi segbeárból feltettek munkásokat, megtömtek munkásokkal teherautókat, és bejöttek Kolozsvárra tüntetni a bécsi döntés ellen. Nem is emlékszek, talán amikor indultak, nem, hanem amikor jöttek vissza, akkor láttam. Zászlókkal, nagy kiabálásokkal, avval maradtak. És ugyancsak ottan, azon a gózponton láttam egy május 10-én a repülős iskolásoknak a felvonulását, mert Szemihályon volt egy katonai repülőtér, és azok egyenruhában ottan defiláltak házunk előtt is. Még egy másik probléma pedig hogy édesapám nem volt otthon, és ennyire bizonytalan volt a helyzet tüntetésekkel, evelával. Éjszaka nem maradtunk otthon, hanem felmentünk minden este felé az édesanyám szüleihez, akik nem messzi laktak tőlünk, a Szénatéren, tehát az Aranyoson innen. Mi az Aranyoson túl laktunk. Nem sokkal, szembe a porcelángyárba. Ott volt a családnak egy nagy területe, több épülettel, amit nem voltak szívesek visszaadni, és le is bontották, sőt az egyik helyre építettek egy ortodox templomot.
Na és ennek az esti sétáknak az emléke, ami megmaradt, az az volt, hogy na most már az egyik este, amikor mentünk nagyanyámékhoz, ők a szénatéren laktak, az egy nagy tér volt akkor, a déli oldalán a sörgyárral, ami mind épület most is létezik, és a hatalmas nagy teret beépítették, ott van valami iskola is, és valami blokkok is. És ott van a távolsági autóbusz megállók. Na most azon a hatalmas téren egy helyen volt, nem tudom hány személy, több személy, vagy 2-3 személy lelőve. Az egy nagyon érdekes dolog volt, mert volt valami ilyen legionáris lázadás Bukarestbe, és akkor megtorlásképpen ilyen városokba egy pár fő legionáris lelőttek. Egyszerűen lelőtték őket, ez volt a megtorlás. Erre emlékszek. Egy adott pillanatban a koncentrálásból kezdték ereszteni az embereket haza. És édesapámnak, mivel 3 gyereke volt, a több gyerekeseket engedték először. Eléggé korán jött ezek közül haza, amikor kezdték engedni talán az első közül. És ők ottan teljesen izolálva voltak, nem volt, semmiről nem tudtak jóformán. És akkor gondolt egyet, és bejött Kolozsvárra, mert annak idején létezett valami magyar párt, és ő annak a tagja volt, és a képviselőjük az kolozsvári volt, és bejött a képviselőhöz. Most már nem vagyok benne biztos, hogy amikor a képviselőtől jött ki, vagy hallottam másoktól, hogy akkor talán létezett egy nagy gyűlés is a nyári színházban, a magyar színházban, ott a sétatérnél. Ő, hogy a képviselőtől jött ki, vagy onnan a gyűlésről, nem tudom. Minden esetre elordította magát, hogy éljen Nagy Magyarország, és erre fel megrohanták. Megrohanták, és kivitték a parkba, hogy főbe lövik. És egy részek katona, amelyik alig állt a lábán, az orra előtt mind egy puskával célozgatta a fejét. És egy adott pillanatban apám azt gondolta, hogy na, egyen fene, ha ma így is meg kell halljak, akkor gyere te is velem. És kikapta a kezéből a puskát, és a puskatussal főbe akarta verni. Amilyen részeg volt, akkor is a katona elkapta a fejét, és nem a fejét kapta el, hanem a vállát, és abba eltört a kulcsontja, mert abban a pillanatban lecsüngött a keze, és akkor aztán nekiugrottak, össze-vissza verték, leteperték a földre, összerúgták, és azt mondták, hogy nem végzik ki, hanem elviszik Szebenbe a hadbíróságra. És egy taxiba beültették, mellé ült egy rendőrtiszt, és elindultak Szeben felé, délre. Hát attól a sok ütéstől, az agyrázkodástól apám olyan rosszul volt, hogy telerokázta a taxit. Olyan volt, mint egy félhalott. Tordán a rendőrtiszt bevitte a kórházba, tehát látta, hogy ki van készülve, és ő pedig elment a dolgára. Nem gondolta, hogy apám ottan valamennyire helyre pofozódik. Hát
mindenki ismerte, a rendőrtiszt nem hagyott semmi utasítás, hogy mit csináljanak vele, mit nem. Apám, hogy helyre jött, annyira szépen hazajött, és megmondta, hogy mi a helyzet. Talán emlékszek rá. Ez már este volt, sötétben. És utána rögtön visszajött Kolozsvárra, és elintézte, hogy lakást is kapott nekünk, éppen az Attila utca egy szám alatt, tehát az ablakaink a kispiacra néztek ki, és ugyanakkor egy üzlethelyiséget is kapott a Széchenyi téren, a piac felől a Malomult ároknál a híd, ami van, a Postakert utcánál az a híd, ottan pont a sarok épületbe a sarok üzlethelyisége. A keresztapám révén, amelyik tulajdonképpen örmény volt, de magyar kultúrával nevelkedett, de a nővére az egy román katonatiszthez ment férhez. És ő pedig lenn, már nem tudom, csendőrségnél vagy a katonaságnál, őrmesteri rangba volt. Ő vele volt szerencsénk, ő felöltözött őrmesteri egyenruhába, és egy teherautóval jöttünk Kolozsvárra, amin elég sok minden lehetett, mert otthonról hoztuk. Két szoba bútor volt, és a konyha bútor, egy nagy ebédlő bútor, egy nagy hálószoba bútor, két nagy szokásos régi ágyjal, és a konyhába is. Még a kályha is, ami volt a kályha, még az is tordán volt csinálva akkor, amikor megházasodott. Ott gázra volt csinálva, de meg volt benne rostély minden, úgyhogy itten csak éppen tettek egy kicsi fotót oda, ahol a lyuk volt, ahol be volt téve az égő, és azt használtuk egészen, ami Kolozsvárt bevezették a gázat, és gáz került megint a házba. Na már most olyan helyzetben volt, hogy például nem tudott lehajolni a cipőjét, befűzni, szédült el sokáig. De ez nem volt elég ok arra, hogy ne hívják be katonának. Mert akkor kellett nekik az ágyütőtelék, aki érettségiző volt, aki tanító volt, akit csak tehetek, mindenki bevittek, elvittek egy ilyen gyors talpaló tiszti iskolába, mint karpaszományos őrvezetők voltak. És abban az időben pécsi polgármester eljött meglátogatni Kolozsvárt, az egyik testvérét. A másik testvére, Tordán, egy udvarral lakott velünk, tehát ismerte a családot, és amikor tudta, hogy mi Kolozsvárt vagyunk, meglátogatta édesanyámat, tehát édesanyám elsírta magát, hogy nem milyen helyzet. És akkor ő közbe lépett, és ténylegesen hazaengedték. És nem csak, hogy hazaengedték, hanem egy elég fontos beosztást kapott a megyeházán. És pedig lenne a megyei közjóléti szövetkezetnek, ő volt az igazgatója.
jó életünk volt, mint gyerekek. A tordán is, egészen amíg nem jöttek ezek a bonyodalmak, és tulajdonképpen mi abban a korban, hát én még nem töltöttem be a hatot, nem fogtuk fel a dolognak a súlyát. Tehát mi jóformán éltük azt a szabad gyerekkort, ami volt. Tudták tartani a kapcsolatot a hozzátartozóikkal? Nagyon nehéz volt a kapcsolattartás. Például 42-ben meghalt a nagyapám édesanyámnak az édesapja. És ma is megvannak a fényképek, ahol édesanyám le van fényképezve az kisebbik öcsémmel, amely abban az évben született, és az útlevélre készült a fénykép, nem kapta meg az útlevelet a magyaroktól. Nem kapta meg abból kifolyólag, hogy azt mondták, hogy ha ő elmegyen Tordára, őtet onnan vissza nem engedik egészen addig, amíg nem cserélik ki, vagy egy pár itten elzárt fogolya román elítélte. És erre fel nem engedték el, tehát ilyen volt a kapcsolat. Amikor pedig nekem sikerült, mert hogy megcsinálják ezt az útlevelet, akkor körülbelül a halál kanyar előtt, vagy egy kicsit afelett, valahol ott volt a határ. Ilyen disznók voltak, hogy úgy tették a határt, hogy a románok beláttak Kolozsvárra. Na mindegy. Elég az hozzá, hogy mi elmentünk egész a határig, és arra emlékszek, hogy két sorompó volt, az egyik sorompónál voltunk mi, a másik sorompónál voltak, akik Tordáról jöttek, hogy beszéljenek velünk. És akkor én innen átmentem a túloldalra, és ottan voltak rokonok, akik kocsival voltak Tordáról, és azok vittek haza Tordára. Tehát ez így ment. Amikor pedig visszafelé jöttünk, akkor leszállítottak már a feleki kultúrteremnél, és onnan gyalog kellett feljöjjünk a tetőig, és ottan egy darabig nem akartak elengedni, mert volt egy kicsi sült csirkém. És azt mondták, hogy ezt nem szabad átvinni. És akkor én ottan, mit tudom én, miféle, mi volt ott, milyen épület, most kocsma van, annak a lépcsőre leültem, előszedtem a csirket, és megettem. Úgyhogy... Jártam, román óvodába adtak, hogy tanuljak románul, de nem emlékszek, hogy lett volna egy román osztálytársunk. Nagyon szerettem a tordai óvodát. A Kolozsvár, amikor bekerültem, nem szerettem az óvodát. Pedig hát nem is volt olyan bájos a testes, középkorú, vagy inkább fiatal lehetett az óvónénink, de minden esetre nagyon szerettük. Nagyon jól szórakoztunk az óvodába. Ellenben egy másik kollégám, akivel tulajdonképpen itt Kolozsvárt ismerkedte meg már, mint öreg diák, habár egy időben jártunk a Piariba, de én a B-be jártam, ő az A-ba. Nem ismertem. És aztán mind öreg diák, akkor megismertem. Hát ő is abban az óvodába járt, de úgy látszik, hogy más szériába. Neki voltak román kolléganői, sőt, még arra is emlékezett, hogy egyszer az óvodába elvitték
látogatom a repülőiskolába, sőt, még egy pár kolléganőjét a repülősök meg is repültették, felvitték a repülőbe. Tehát nekem Tordáról nincsenek így román emlékeim. Szitkozódni azt tudtam, azt tudom, de mást nem nagyon. Hát bizonyára, hogy elementáris, egy pár szót, valószínű, hogy köszönni, meg ilyesmi, de más nem nagyon tudtam. Miután maguk beköltöztek Kolozsvára, Tordán maradottak, nem szenvedtek-e miatt? Dehogy nem, tehát mindenki szenvedett. Hát nagyanyámnak állandóan jártak akára, hogy adjon nekik pénzt, mert ők adtak apámnak itten pénzt, meg ilyesmik. A Kettévágott Erdély című interjú sorozatunkban a döntés következtében Tordáról Kolozsvára menekülni kényszerülő idősebb Mádli András visszaemlékezéseit hallgattuk meg. A ma elhangzott részt a Szabadságnapi Lap keddi számában nyomtatott formában is megtalálják.